Mindenki jelentkezzen, akit zavar az autópálya zaja. Ezt a tanulságot lehet levonni a január 30-án megtartott lakossági fórum után, melyet a Blahai Városrész képviselője Pece Dániel alpolgármester hívott össze. A Művészetek Házában rendezett fórumon kiderült, hogy az autópálya kezelője az évek óta fennálló zajt nem tartja zavaró mértékűnek, így nem tesz további lépéseket annak mérsékelésére. A lakosok szerint műszakilag rosszul épült meg a zajvédőfal, így a csanaki terület felé veri vissza a forgalom hangját. Az egészben az a bosszantó, hogy nem kezelnek bennünket partnerként. Talán Magyarországon nincsen olyan város, ahol amelyet kettészel az autópálya. A múlt héten Szeged felé jártam, és a tanya világban van zajvédő fal olyan ingatlanok előtt, amelyek több száz méterre fekszenek az autópályától. És én azt gondolom, hogy itt nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a nem csak 2000 embert, hanem ugye az autópálya másik oldaláról is beszélünk, tehát szerintem 3000 embert, üdülő lakosságának 10%-át, aki szenved emiatt. Teljesen mindegy, hogy hány százalékkal vagy hány decibellel lépi túl a megengedett határértéket a zaj. Számomra az elfogadhatatlan, hogy a tárgyalásba sem bocsátkoznak, hogy esetleg mi lehet a megoldás. Dr. Bici Tamás ügyvéd az egybegyűlteknek elmondta, hogy jelentősen növeli egy elindítandó per megnyerésének esélyét, ha minél több lakos mondja el tapasztalatait a zajjal kapcsolatban. Pece Dániel alpolgármester ígéretet tett arra, hogy új zajmérést készített a területen, és segíti a jogi lépések előkészítését.